Szeptember 10-én ünnepélyes keretek között adták át a lakossági igényeknek megfelelően megújult városi erdőterületet a Helikopter lakópark mellett. A Rákosmente önkormányzata és a Pilisi parkerdő együttműködésében megvalósuló közel 30 millió forintos beruházás részeként egy 4,2 km hosszú futókör, tájfutópálya, két erdei tisztás, illetve egy fitnesspark fogadja a túrázni és sportolni vágyókat a 17. kerületben. Rákosmente igen jó természeti adottságokkal rendelkezik. A pesti oldal kerületeinek viszonylatában itt találhatóak ugyanis a legnagyobb kiterjedésű erdőségek. A Rákoshegyi Helikopter lakópark egészen mostanra olyan mértékűre duzzadt, hogy aktuálissá vált a közelében elterülő erdőterületek feltárása, kiépítése egy közjóléti fejlesztés keretében, a helyhatóság és a Pilisi Parkerdő ZRT együttműködésének köszönhetően. A szeptember 10-i átadó ünnepségen Horváth Tamás alpolgármester elmondta, 2013-ban fogalmazódott meg először a gondolat, hogy szükség lenne egy olyan helyszínre a 17. kerületben, ahol az emberek a turisztikai, sport és rekreációs igényeiknek megfelelően kellemes környezetben tölthetik el szabadidejüket. 4,8 km hosszúnyi futókörön lehet itt a szabadban futni, két tisztás került kialakításra, ahol szalonasütőhelyek is kerültek kialakításra, sőt, fitness eszközök is kerültek elhelyezésre. Tehát a gasztronómiától a mozgásig az emberek mindennel tudnak itt foglalkozni. Nagy-nagy öröm ez számunkra, hogy idáig eljutottunk. Az önkormányzat és a Pilisi Parkerdő közös együttműködésében jöhetett ez létre. A 26 millió forintból megvalósuló korszerűsítés magában foglal egy 15 állomásból álló tanösvényt, az ott kihelyezett táblák pedig egyebek mellett az 1944-ben a szovjet előrenyomulás megakadályozására kiépített védelmi rendszert, az Attila vonalat is bemutatják. Ritling István, a Pilisi Parkerdő ZRT erdészet vezetője kiemelte, hogy az egyik legfontosabb célkitűzésük a projekttel a természetjárás és az erdőgazdálkodás harmóniájának megteremtése volt. Az elmúlt időszakban a Pilisi Parkerdő számos fővárosi kerületi önkormányzattal együtt működve erdei játszótereket, tanösvényeket, tornapályákat újított föl és adott át a nagy közönség részére. Most ebbe a sorba csatlakozik a városi erdőközjóléti fejlesztése is, amely elsősorban a helyi lakosság érdekét szolgálja, az ő igényeit igyekszik kielégíteni. Gadó György Pál erdőmérnök, természetvédő, a tanösvény koncepciójának kidolgozója, a beruházás részleteit ismertette a jelenlévőkkel. Majd a Jászdi Balázs vezette II. Világháborús Egyesület tüzérei az elesett hősi halottak tiszteletére adtak le díszlövéseket. Az esemény zárásaként a Helikopter lakópark melletti szabadtéri létesítményt ünnepélyes szalagvágással adták át a rákosmenti polgárok számára. A rendezvényen részt vett Fósz Tivadar alpolgármester, valamint Szabó Tiborné és Rózsa Egyi Péter önkormányzati képviselők is.